Várhatóan márciustól ismét lehet horgászni a gyékényesi tavon. Ahogy arról már több felületen értesülni lehetett, január 28-a óta nem lehet jegyet váltani gyékényesen, mert a kormányhivatal visszavonta a helyi horgászegyesület hallgazdálkodási jogát. Szabó János, a horgászegyesületek Somogy megyei szövetségének elnöke elmondta, hogy az országos szövetséggel együtt azon dolgoznak, hogy a pecások mihamarabb újra birtokba vehessék a tavat. A vízterületi tulajdonos kérésére jogi problémák miatt az Agrárminisztérium érvénytelenítette a közte és a Gyékényes és környéke horgász és szabadidő egyesület között 2017 óta fennálló megállapodási szerződést. Ezért a Somogy megyei kormányhivatal halászati felügyelője megvonta a hallgazdálkodási jogot az egyesülettől. Így jelenleg horgászati és halászati tilalom van érvényben a területen. Szabó Jánostól megtudtuk, hogy ez megszűnik, amint a vízkezelőnek és a hallgazdálkodónak sikerül tisztáznia a helyzetet. A horgászegyesületek Somogy megyei szövetsége a MOHOSZ-szal karöltve azon dolgozik, hogy mielőbb visszaterelje ezt a folyót a medrébe, tehát mielőbb visszatérjen visszakerüljen a horgászok kezébe a lehetőség, hogy szabad idejüket hasznosan tudják eltölteni, vagy hódoljanak hobbiuknak. Számításaink szerint várhatóan ezt a februárt érinteni fogja ez a tilalom, de ezt csak megbecsülni tudom. Minden azon múlik, hogy a Magyarországos Horgászszövetség és a jelenlegi tulajdonos között mikor születik meg a megállapodás. Szabó János hozzátette, hogy Gyékényes az ország egyik legjobb tulajdonságokkal és páratlan halállománnyal rendelkező bojlisvize, mintegy 800 helyi és környékbeli pecázik ott, és a turistaforgalom is igen jelentős. Az elnök szerint, mivel pillanatnyilag a tó be van fagyva, így a horgászokat még nem érinti érzékenyen a kialakult helyzet. A változásokról az egyesületeket folyamatosan tájékoztatni fogják. A cél az, hogy tavasszal már minden érintett hódolhasson a szenvedélyének.